Sziasztok! Ismét egy termékbemutató videóval jelentkezünk. Az Eurocomax MS700-as és MS650-essel fogunk B30-as ProTem téglákat vágni. A vevőszolgálaton sokan jelezték, illetve nagyon sok videót is néztem az interneten, ahol rengetegszer felmerült az a probléma, hogy a téglákat mindig forgatni kellett a gépek alatt. Úgyhogy mi elhoztuk és bemutatjuk most a középkategóriás gépeinket. Ennek érdekében elmentünk a közeli tüzépre és elhoztuk az ott kapható legnagyobb téglákat, B30-as ProTem téglákat fogunk ezzel vágni. Az Eurocomax MS700-as egy nagyon pontos és precíz vágásra alkalmas robosztus téglavágógép. Nyitott hátfalának köszönhetően lehetővé teszi azt, hogy a hosszabb elemeket is vágjunk vele, ami nem mondható el minden téglavágóról. Most egy nagyméretű ProTem B30-as téglát fogunk vágni, de itong és falazó blokkok vágására is tökéletesen alkalmas. Indításnál ne felejtsük el ellenőrizni a forgás irányt, hogy megfelelő irányba forog a tárcsa, és hogyha nem, akkor a fázisfordítóval tudunk ezen módosítani. A mozgó tálca ezzel a tolókarra nagyon szépen és rázkódásmentesen mozgatható, a tálca végén pedig található egy támaszték, ami biztosítja a tégla stabilitását. Fékezhető kerekeink könnyedén mozgatható, könnyedén fixálható bárhol a munkaterületen. Itt az MS700-ason van még egy fémmérő skála milliméter beosztással, hogy a téglákat még pontosabban felhelyezhessük az asztalra. A szivattyúnak a vizes tálcájában van egy ilyen üledékfogó, annak érdekében, hogy a szivattyú szívó részéhez ne menjen előre az üledék. A motor három fázisú 400 volton fut, maximális tárcsa átmérője 700 mm, maximális vágási mélysége 270 mm, maximális vágási hossza 950 mm, és a vízellátása pedig szivattyús. A videóhoz Brennan Stuhl hosszabbítókat használtunk. Indításkor nagyon fontos, először biztonsági kapcsoló, aztán csillag, felpörög a motor, és aztán delta.
Köszönöm, hogy megnézted a videót, hogyha még több építőipari gépről szeretnél termékbemutató videókat megnézni, akkor iratkozz fel a csatornára!